Pontosan szeptember 1-én Helsinkibe ez a két csapat vívta a junior Európa bajnoki döntőt, ahol kicsit szerencsétlen körülmények között egy góllal kaptunk ki, és szeretünk volna egy ilyen visszavágó sorozatot rendezni az orosz csapat ellen. Igazából ez volt az aktualitása, de természetesen a jövő évi nyári junior világbajnokságra készülünk, ez a hosszabb távú terv. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mivel másikok voltunk, nem kell selejtezőt játszani, tehát mi már biztosítottuk helyünket a döntőben. Biztosan nyertünk meg a vérkőzést a kezdettől fogva, volt egy kis ingadozás azért, ami mondjuk mai napon belefért. Én azt szeretném mondani, hogy örülök, hogy ennyi tehetséges és ügyes és jó játékosom van, hiszen mind a három mérkőzésen majdnem az volt a gondom, hogy kit hagyjak és kit szerepeltessek a csapatba is meddig, mert a jók mellett, mögött mindig van még egy jobb, vagy legalább olyan jó, és ez jó érzés. Что касается юниорской команды, которая сегодня здесь перед нами была, nem sikerült összeszedni teljes mértékben azt a csapatot, amelyeket ők szerettek volna idehozni. Mivel ilyen kis idő volt neki az felkészültségre, és tulajdonképpen nem hozták azokat az embereket, akik tulajdonképpen a fő emberei, ezért ez a kis rövid időszak, amit itt játszottak, nem lehet tulajdonképpen összehasonlítani azt a fő gárdát, ami kint van, és ezt, amit most itt láttunk. В отдельных игровых моментах мы показали достойную игру, но в целом ни одного матча выиграть не смогли, хотя и моменты для этого были. Мы приближались и могли где-то сыграть ничью или даже выиграть с минимальным перевесом. Но для того, чтобы эти игры выиграть, нужно иметь и хороших игроков, и хорошую подготовку. К сожалению, на данном этапе этого у нас нет, но думаю, что к решающим играм мы сможем подготовить команду и достойно выглядеть. Akkor jöttünk ide, autóbusszal utaztunk, már észrevette, hogy nem nagyvároska, de ugyanakkor ez nagyon szép ahhoz a Bábolnai városhoz, hogy ez a komplexum, ez a mégis sportkomplexum létesült, és nagyon is örül, hogy bárhol Magyarországon is, más városokban is van egy ilyen komplexum. Hogyha nem большом городе есть спортивное сооружение, в котором можно проводить вот такие игры.